Itt vagyunk Pécsett az Uránia moziba, egy 30Y koncert fog hamarosan elkezdődni. Nagyon zajlik az élet mostanában a ti zenekarotok terén, hiszen hamarosan megjelenik az új lemezetek 28 dalal, és ha jól tudom, 12 készülő kis filmmel. Hát igen, végtér is az van, hogy a zenekar idén december végén zárja a klub turnéját. Gyakorlatilag ez ebben az értelemben tényleg utolsó klub turnéja a zenekarnak. November 29-én jelenik meg a Sentimentálé. A lemez abban a tekintetben, hogy lemez. Abban a tekintetben, ami az egésznek a gondolatisága vagy ideológiája, olyan tekintetben inkább látom valami nagy projektnek vagy csomagnak, amiben egyfelől van egy csomó dal, 28, amiből a legkorábbi dalunkat azt 1999-ben írtuk. Tehát, hogy borzasztó sok, gyakorlatilag a zenekar egész életútját árnyékprogramként követő daloknak az összessége az, ami most lemezre került. A dalok örülnek, mert életükben először rögzítettük őket. Másrészt meg az történt, hogy a Lévai Balást megkértem arra, kedves barátomat, hogy így hallgassa végig ezeket a dalokat. Válassza ki csinálja meg az ő best of-ját, egy ilyen szubjektív best of-ot ebből a 28-ból. És leginkább azért, mert kíváncsi voltam arra, hogy azok a dalok, amik benne megszólalnak végtére, és milyen képekké válnak. És aztán így készült el a Sentimentálé film 12 dalra. A lemez köszöntünk az ilyen tekintetben nem más, mint egy ilyen nagyon, az Urániahoz nagyon hasonló moziban, Budapesten, az Átriumban, az kedves emberekkel együtt megnézzük ezt a filmet. Én magam azt hiszem 3 percet láttam eddig a filmből, úgyhogy eléggé izgulok. A lemez keretein belül csináltatok egy ilyen akciót, hogy legyél te is a producerünk. A dolog az alapvetően onnan van, hogy a Sentimentálé program nem létezett volna akkor, hogyha az emberek nem akarják. Egyszerűen azért, mert 2003-2004 óta játsszuk évente egy-egy alkalommal. És mindig úgy, hogy azt valahogy az emberek harcolták ki maguknak. És azt gondoltuk, hogy akkor... hogy ez a lemez legalább annyira azoké, akik hallgatják, mint azoké, akik éppen játsszák. Ezért aztán a városlepedők, amiket szintén az emberek rajzoltak, volt egy városlepedő turnénk valamikor, a városlepedőket összegyűjtöttük, és a városlepedőkre, amiket az emberek rajzoltak, ezekből készült el a borító. Azaz nem mi rajzoltuk a borítót sem, hanem az emberek, akik hallgatnak bennünket, és azt gondoltuk, hogy vegyenek részt a lemez készítésében, legyen ott a nevük, ha akarják, hogy a nevük ott van a lemezen. Így lett a Legyél Te is producer történet, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az előrendelés időszakában, a pre-order időszakában azok az emberek, akik azt mondják, hogy ők szeretnék ezt a lemezt, ők megjelölik azt a nevet, amit szeretnének viszont látni a lemezen, mint producert. Aki beleszállt ebbe a buliba, aki kockáztatott láthatatlanba, hogy úgy mondjam. Szimplán köszönetet akartunk mondani azért, hogy ez a program egyáltalán létezik. Lehet-e tudni esetleg szám szerint, hogy hány név fog felkerülni a lemez? Ugyanezt kérdezik minden nap a grafikusok is, akiknek utána föl kell rakni ezeket a neveket, amennyi helyet hagyjanak üresen. Nem tudom, valahol 400 körül van azt hiszem most a nevek száma. Nemrég ti kaptátok meg a legjobb magyar előadói címet, hogy fogadtátok? Azon önmagában meglepődtünk, hogy nomináltak voltunk. A zenekar azért elég kevéssé médiabarát, pláne elég kevésbé bulvármédia barát. Így aztán az van, hogy nehezen vagyunk kompatibilisek egy díjjal járó, azt követő média hadjárathoz. Ezt nem is tettük meg aztán végül a díjhoz kapcsolódóan. Tehát a nomináltság önmagában meglepett minket, de az egy kedves szakmai elismerése az MTV-nek, hogy egyáltalán jelöltek közé tett minket. Onnan pedig a közönség döntött, és nyilván ez volt az alapja annak is, hogy a zenekar végül úgy döntött, hogy persze átveszi mindenképpen a díjat, és köszönetet mond a díjért. Mert végtér és a saját közönségének kell, hogy köszönetet mondjon. Úgyhogy örültünk ennek azzal a fenntartással együtt, hogy azért általában nagyon kevéssé foglalkozunk a díjainkkal. Készültök esetleg más, valami nagyobb durranásra? Egy zenekar nagyon kevéssé tud nagy durranásra készülni. Akkor már show-t csinál, és nem rockzenekar. Mi egy rendes rock'n'roll zenekar vagyunk. Szerintem egy rock'n'roll zenekarral a legnagyobb dolog, ami történhet, hogy ír egy dalt. Ha ennél valaki többre vágyik, akkor talán már nem rock'n'roll zenekar, vagy talán nem ezt kell csinálnia. Következésképp továbbá se fogunk szerepelni tévésokba, nem leszünk zsűritagok, tehetségkutató műsorokba, és ott nem is lépünk fel.
nem lesznek a klipjeinknek médiakampányai. Ez minket nem nagyon izgat. Tehát hogy az a helyzet, hogy szerintem egy zenekar pont attól működik, valószínűleg a miénk ettől működik 12 éve, hogy egyetlen egy dologra figyelünk, arra, ami a dolgunk. Magyarul, hogy zenéljünk, hogy a zenével a magunk számára igazat mondjunk, és hogy olyan dalokat írjunk, amik nekünk magunknak fontosak.